Megérkezett a hideg tél. A hétvégére megteltek a hajléktalan szállók Miskolcon. 655 kutya talált gazdára tavaly az állategészségügyi telepen. A 73. nyílt napot tartották. Hátrányból kapaszkodtak vissza. Hosszabbításban verték a Dunaújvárost a jegesmedvék. Ez a Miskolc ma, január 15-én hétfőn. Jó estét kívánok! Jönnek a részletek! Miskolc elutasítja a soros tervet, az illegális bevándorlást és a bevándorlás szervezőirodák működését. Erről rendkívüli közgyűlésen döntöttek a képviselők. Kivéve a miskolci szocialista pártot. Ők nem jelentek meg az ülésen. A Megyei Jogú Városok Szövetsége pénteki ülésén döntött arról, hogy közösen lépnek fel a magyarok biztonságos jövőjéért, és önkormányzati határozatban utasítják el a soros tervet, valamint foglalnak állást a migránspárti soros szervezetek ellen. A számtalan helyen, számtalan formában támogattuk a miskolci civil szervezeteket. A Fidesz-KDNP frakció elnöke azonban kijelentette, álcivil betolakodókra nincs szükség, mert ezek nem a város érdekeit szolgálják. Semmi szüksége Miskolc társadalomnak arra, hogy olyan általunk álcivil szervezetnek tekintett betolakodók érkeznek ide, akik felülről szervezve, nem önszerveződőként, hanem idegen érdekeket szolgálva, leginkább még azt lehetne talán mondani, hogy azokhoz hasonlíthatók, akik provokatőrökként jönnek ki. Elhangzott. Számtalan miskolci civil szervezettel kötött a város közművelődési megállapodást. A Köznevelési és Kulturális Bizottság például mecénás pályázatokkal támogat egyesületeket. Közművelődési megállapodások ugyan konkrét anyagi támogatással nem járnak ezen egyesületek, civil szervezetek számára, de mégis lehetőséget, nagy országos pályázatokon való részvételi lehetőséget és támogatási lehetőséget jelent számukra. A miskolciak elsöprő többsége kiállt a soros terve ellen, mondta Széchenyi Marianna. 2,3 millióan töltötték ki és küldték vissza a konzultációs íveket. Magam is teljes mértékben osztom a miskolci fideszes városvezetés azon álláspontját, miszerint mi magunk szeretnénk a jövőnkről döntést hozni, mi magunk szeretnénk eldönteni, hogy akarunk-e bevándorlókat vagy sem. Rólunk, nélkülünk nem dönthet senki. Sós Attila szerint már most látni, hogy mekkora kockázati tényező a betelepítés. Az illegális migráció, a közrend megbomlása és a közbiztonság romlása kéz a kézben jár Európában. Ahol felbukkannak az illegális migránsok, ott felborul a közbiztonság, ott a mindennapi élet megváltozik, ott a mindennapi értékrendünk változik meg, annak köszönhetően, hogy az illegális bevándorlók egy teljesen más, idézeles értékrendet vallanak. A jobbikos Révész Péter arról beszélt, hogy a belügyminisztériumnál talált olyan pályázati kiírásokat, amiket véleménye szerint migránsok támogatására írtak ki. Migráns hátterű gyermekek óvodai iskolai beilleszkedési célzó programok tanulók kultúrájához alkalmazkodó tanulást, módszerek, tananyagok kidolgozása, fejlesztése és a fenntartható működtetés, valamint szakmai fórumok működtetése. Kriz Ákos polgármester felvilágosította az ellenzéki politikust, hogy számos közel-keletről érkező keresztény menekültet fogadott be Magyarország. Ezek a dokumentumok az ő elhelyezésükről szólnak. Ezek, akiket a külügyminisztérium befogadott, ezek menekült keresztények voltak. Keresztény menekültek, akik itt találtak otthon Magyarországon. Ők csak erősítik, gazdagítják a társadalmunkat, a mi társadalmi normáink szerint élnek. Kis János alpolgármester szerint a Jobbik nem tartja fontosnak az üldözött keresztények támogatását. A politikus úgy fogalmazott, egy ellenzéki pártnak nem szégyen elismerni, hogyha egy kormánypárt olyan programmal áll elő, amit egy társadalom szinte egyhangulag támogat. Láthattuk a Kóta népszavazás alkalmából, hogy mi a magyar emberek véleménye az illegális bevándorlásról. Én azt gondolom, hogy nem szégyen egy ellenzéki pártnak azt mondani, hogy bizonyos tekintetben, vagy bizonyos esetekben, amikor nemzeti programokról van szó, egy nemzeti jövőjéről van szó, akkor odaállok a kormánypárt mellé, és azt mondom, hogy ezzel én is egyetértek. Kis János hozzátette, hogy hiteltelenek azok, akik a kormányon számon kérik, hogy a keresztényeknek támogatást nyújt. A soros tervvel kapcsolatos állásfoglalást a képviselőtestület egyhangulag elfogadta, és felhatalmazták Kriz Ákos polgármestert, hogy erről a Megyei Jogú Városok Szövetségét tájékoztassa.
Beköszöntött a tél. A hét elején még napközben is 0 fok alatt alakul majd a hőmérséklet, éjszaka pedig akár -8 fok is várható. A héten hóra, esőre, sőt, akár ónos esőre is számítani kell. A hideg miatt egyre többen húzódnak be a hajléktalan szállókra is. A hétvégét például csaknem 315-en töltötték bent. 5 főbe jöhet. Ebédidő a Vörös Kereszt hajléktalan szállóján. Ilyenkor sok rászoruló jön ide. Ennivaló viszont mindenkinek jut. A mai menü túrós tészta volt. Pláne nagyon jól esik, pláne egy tányér meleg étel, ugye, mert kicsit átmelegíti az embert. A hideg miatt nem csak a meleg étel esik jól. Sokan döntenek úgy, hogy napközben és éjszaka is a hajléktalan szálló maradnak. Ugye kint vagyunk, és akkor persze egyik jól melegítő, meg a másik az, hogy az étel is nagyon jó, változatos, lehet repetálni is. A hajléktalan szállón 300 férőhely van, de szükség esetén ennél több rászorulót is be tudnak fogadni. A hétvégét például csaknem 315-en töltötték bent. Ilyenkor annyi változás van, amikor már ilyen nagyon mínuszok vannak, hogy a lakosság is intenzívebben figyel a kint lévőkre. Az utcai gondozószolgált munkatársai járják a területünket, vikendtelkekre mennek ki, és az ott található hajléktalan embereket próbálják meggyőzni, hogy jöjjenek be az intézménybe. Az intézmény vezetője hozzátette, mindenre fel vannak készülve, és továbbra is arra számítanak, hogy teltház lesz a hajléktalan szállón. 2018 a családok éve. Ennek apropóján egy időpontban egyszerre az ország több mint 150 templomában koncerteztek olyan családok, akik valamilyen hangszeren játszanak. Miskolcon a Hunyadi utcai evangélikus templomban 10 ilyen család muzsikált együtt. Regő Zsolt, a Fráter György katolikus gimnázium zenetanára családtagjaival a karácsonyi hangulatot megidézve koncertezett ezen az estén. A karnagy szerint hatalmas érték, ha egy családban többen is játszanak valamilyen hangszeren, az pedig kiemelkedő mindig, ha alkalom is adódik az együtt zenélésre. Gyerek elkezd hangszeren tanulni játszani, akkor mindig nagy öröm számára, hogyha nem egyedül zenél, hanem vagy tesójával, vagy a szüleivel. Tehát a gyerekeknek ez egy élmény. A szülők meg elolvadnak akkor, amikor a gyerekekkel közösen tudnak zenélni. Annak sajátos hangulata van, hogy megszólaltatnak valamit együtt, és ez jó dolog. Volt, aki azt mondta, közösségépítő, ha együtt zenél a család. Bár néha kell a szóbeli támogatás, főleg amikor a gyerekeket kell helyes irányba terelni. Éppen ezért segítőkezet kell nyújtani a fiataloknak, amikor ők támogatásra szorulnak útkeresésük során. A nagyfiam nagyon szépen klarnétozott, hát még mai napig is előveszi a hangszer és szakszofonozik, és egyszer azt mondta nekem, hogy apa, én nem akarom csinálni, mondom, kisfiam, az én kedvemért még folytasd. Jó, apa, de csak a te kedvedért. Egy évre rá azt mondta, hogy apa, olyan jó, hogy nem hagytam abba. Az osztályban is tudunk együtt muzsikálni az osztálytársakkal, és egy már egy kis zenekart alapítottak. A koncertsorozat talán összehozza a város zenész családtagjait, a közös produkció pedig talán erősítheti a köztük lévő kapcsolatot. Ezt remélik Miskolcon is, ahol kiemelkedően hagyománya van a zenei képzésnek, illetve a hangszereken is játszó családi közösségeknek. Azt jelenti ez a kezdeményezés, hogy akár hangszeres, akár énekes zenében kórustagok, családtagok zenéjenek együtt. Tehát legyen egy közös fellépés, mert általában együtt gyakorolnak a családok, de az együtt zenélésre már kevesebb az idő, kevesebb talán a lehetőség. A koncert értékeket emel a középpontba, felmutatja, erősíti, átörökíti a helyi kulturális értékeket. A szervezők azt szeretnék, ha hagyománnyá válna a program, és mások is követnék a családok közös zenélésének példáját Miskolcon. Pasztell, akvarell vagy ceruza, mind életet nyert a kezében. Az ember ábrázolását hozzá a legközelebb, de készített tájképeket is az avasi templom környékéről, vagy épp a lilafüredi táj szépségéről. A miskolci születésű Nyitrai Dániel szobrász keramikus színházi grafikáiból nyílt kiállítás a Színház Történet és Színész Múzeumban. Egykori kiváló színészek, a Miskolci Nemzeti Színház művészeinek portréi láthatók a tárlaton. Az 1920-as évek színészeinek jellemábrázolását, karaktereit idézik a grafikák, amelyek műtükrei a színjátszás akkori miskolci világának. Festő, szobrász, grafikus volt Nyitrai Dániel, aki minden művészeti ágat szeretett, mondta a megnyitó lánya, Nyitrai Viktória. Bejárt a Nemzeti Színházba,
a Miskolci Nemzeti Színházba, és ott rajzolta a város színészeit. Őt érdekelte az embereknek a különböző arckifejezése, az emberek karaktere. Ez neki nem volt probléma, mert nagyon jó karakterérzékkel rendelkezett. Nyitrai Dániel állandó tagja volt a színház világának, ugyanakkor nem zárkózott elefántcsonttoronyba, minden művészeti ág irány nyitott volt. A tárlat a helyi értékekről szól, a miskolci színjátszás múltját idézi meg, miközben az egyetemes honi színház történet egy szeletét mutatja be. Ebben a kiállításban az az izgalmas, hogy egy képzőművész szemszögéből és az ő ábrázolás módján keresztül mutatjuk meg a miskolci színjátszásnak egy pici kis időszakát, a 20-as évekbe tekinthetünk be, tehát egy különleges időutazás vár itt ránk. Nyitrai Dániel szobrász, keramikus, színházi grafikái március 18-áig, kettő vasárnapig 9 és 17 óra között tekinthetők meg a Színház Történeti és Színész Múzeumban. Tavaly 655 állat talált gazdára a miskolci állategészségügyi telepen. Idén, most szombaton tartották az első nyílt napot. 73. alkalommal várták az állatbarátokat. Kit azért, hogy csak megsétáltasson egy kutyát, kit pedig azért, hát ha örökbe fogad egy négy lábút. Mintha csak megérezték volna a miskolci állategészségügyi telepen gazdára váró kutyák, hogy ez a nap más lesz, mint a többi. Ezúttal 58 ebb várta hűséges, felelősségteljes gazdiát, érkeztek is a kutyabarátok szép számmal. Mintegy fél százan döntöttek ezen a hideg délelőttön úgy, hogy ha más nem, kis törődéssel teszik szebbé a kis kedvencek egy napját. Minden két hétben jövök sétáltatni, mert nagyon aranyosak, és megérdemlik, és olyan szépen hálásak utána, ha az ember visszahozza a sétáról őket. Voltak olyan érdeklődők is, akik maguk is kutyatulajdonosok, mégis fontosnak tartják azt, hogy két hetente szombaton részt vegyenek a nyílt napokon. Tele vannak a kennelek, és ennyit, hogy két hetente legalább sétálhatnak, ez nagyon sokat számít, mert egyébként nagyon jó ellátásban részesülnek, van étel, fedett helyen vannak, de a séta és a gazdi az nagyon hiányzik nekik. Én minden nyílt napra eljövök, ha tehetem, mert egyszerűen fontosnak érzem, hogy legalább ennyit tegyek a kutyákért. Az állatbarátok önzetlen segítségének köszönhetően tavaly 655 állat talált gazdára miskolci állategészségügyi telepen, ahol ahogy mindig, úgy most is keresik leendő gazdájukat a kutyusok. A miskolci állategészségügyi telep immár 73. alkalommal hirdette meg a szombati nyílt napot. Csak pozitív hozadékot tudok mondani, tehát egyrészt ugye pont abból kifolyólag, hogy az emberek testi, fizikai kontaktusba tudnak kerülni az állatokkal, így ugye több kutya cica gazdásodik, tehát ennek nagyon nagy jelentősége van, illetve hogy egy pozitív kép alakul ki a telepről, tehát azért rengeteg pozitív visszajelzést kapunk, hogy rendezett a telep, tiszta, a dolgozókról pozitív visszajelzések jönnek. A miskolci állategészségügyi telepre rengeteg adomány érkezik, így egy jó darabig a kutyák nem fognak fázni, de ennivalójuk is lesz. A nyílt nap programja pedig folytatódik, két hetente szombaton a kis kedvencek lelkivilágát is ápolhatják a látogatók, akár egy simogatással, vagy egy sétával a Szimba patak partján. Két új igazolással és három próbajátékossal kezdte meg a felkészülést a labdarúgó NB1 tavaszi rajtjára a DVTK. A havas fagyott talaja ellenére egy nagyon jó hangulatú, pörgős edzést vezényelt csapatának a szakmai stáb, ami előrevetíti a folytatást is. Először a Magas Tátrában egy erőnléti edzőtábor vár a játékosokra, majd Törökországban tölt el 10 napot a csapat. A konditeremben átmozgató, nyújtó gyakorlatokkal kezdődött az év Diósgyőrben, majd a hóban mínuszok között folytatódott a tréning. De nem zavarta a szakmai stábot, hogy pont az évkezdésre borult hótakaró a pályákra, pörgős gyakorlatokkal melegítette fel csapatát a vezetőedző. Kicsibe, már indulsz is a labdával, úgy van. Az évkezdő tréningen 30 fős kerettel dolgoztak a piros-fehérek, akik között ott volt két új igazolás, a szerb védő Dusan Brkovic és Szergej Sestakov ukrán szélső középpályás is.
Vannak próbajátékosok is. Hursány György utánpótlás válogatott középpályás az 1860 München csapatából, Iago Borges támadó Argentínából, Bruno Sejanes középpályás Uruguayból érkezett, esetleges szerzőtetésükről a közös munka alapján dönt majd a szakmai igazgató. Itt tehát még vannak azért kérdőjelek, de az már most biztos, hogy a cél eredményesen szerepelni tavasszal. Az irány, ami van, ez abszolút jó, és a csapat is mindent megtesz ennek érdekében, hogy ezt kövesse, de úgy mondta, hogy egy lépcsőfokot szeretném még följebb lépni, úgyhogy ezért is dolgozom. Ezt a gondolatot folytatta a szakmai igazgató is, hiszen a bajnokság tavaszi szakasza mindig nehezebb minden együttesnek. Ezeket a lépcsőfogokat, amit a Lipi is mondott, ezeket meg kell lépni, a következő szintre kell jutni, és csak úgy tudjuk a játékunkat is emelni, vagy olyan szintre hozni, hogy ez nem csak kívülről néz jó ki, hanem ez pontokban is megmutatkozik. Az évkezdő edzésen készült bővebb összefoglalónkat keddi sportműsorunkban láthatják. Hosszabbításos győzelemmel zárta az alapszakaszt a DVTK Jeges Medvék. Vasárnap este a Dunaújváros vendég szerepelt a népkerti csarnokban, és a végig fordulatos, izgalmas mérkőzésen nagy csatában két gólos hátrányból visszakapaszkodva, végül hosszabbításban 4-3-ra győzött a miskolci címvédő. A piros-fehér mezes házigazda számára kevésbé. A vendégeknek abszolút téttel bírt az utolsó alapszakasz mérkőzés, ami meg is látszott a kezdésen, a negyedik percben megszerezte a vezetést a Dunaújváros. A 17. percben tovább növelték előnyüket a vendégek. Az első lövést még hárított a kis Bence a hazai kapuban, de Azari emberelőnyből leadott pontos lövésére már nem volt ellenszer. 0-2. A második harmad 6. percében Rantanen lőtte kapura a korongot, amiben a kapu előtt még Szakarisz is beleért, és a pak így vágódott a hálóba. 1-2. 7 perc elteltével Szakarisz tartotta meg szépen a korongot, majd a legjobb ütemben tálalt az érkező back Joe elé, aki ember hátrányból 2-2-re igazította az eredményt. A záró harmadból másfél perc telt csak el, amikor egy késleltetett kiállítás alatt Hári vállalkozott lövésre és pontos kísérletét nem tudta fogni a hazai kapuban egyébként szép dolgokat bemutató kis Bence. A két csapat rendre parázs mérkőzéseiről nem hiányzott a bunyó sem, melynek résztvevői végleges fegyelmiük miatt már nem láthatták, hogy a távoli lövés után a kapusról kipattanó korongot Tóth Gergő értékesítette emberelőnyből. 3-3. A rendes játékidőben maradt a döntetlen, majd a hosszabbítás harmadik percében Pavuk Pazar átadását Vas értékesítette. Így pedig DVTK Jeges Medvék, Dunaújvárosi Acélbikák 4-3. Háromszor vezetést szereztek, szerencsére kemény munkával ki tudtunk mind a háromszor egyenlíteni, és a szerencse is ugye mellénk állt, hogy a végén negyedik gólt mi találtuk meg a hosszabbításban. Ki kell emeljem a kapus teljesítményt, nagyon jól védett szerintem kis Bence. Főleg itt a legvégén ugye nagyon sok ember hátrányt védekeztünk ki, szóval ez is kulcsfontosságú volt a győzelemben. Erre a szezonra szerződött Miskolcra Tóth Gergő, aki első gólját szerezte Jegesmedvemezben. Egy hátvéd lövés után azt hiszem még beleért valaki ott a kapu előtt, és pont kipattant elém üres kapura, úgyhogy egyszer dolgom volt az iszonynak csak besöpörni a kapuba. Úgyhogy ki az, ez nehezebb lett volna, de ez nem csökkenti az értékét, úgyhogy örülök nagyon. A mérkőzés után készült riportjainkat a sportpercekben láthatják majd nézőink. A Jeges Medvék Acélbikák találkozót pedig kedden 19 óra 30 perctől tekinthetik majd meg a Miskolc televízióban. Az utánpótlás szövetségi kapitány Horkai György szakmai tanácsadóként csatlakozik a Miskolci Vízilabda Klubhoz. A játékosként olimpiai és Európa-bajnoki aranyéremmel büszkélkedő szakember a Miskolci Klub utánpótlás fejlesztésébe, a nevelő munkába csatlakozik be, foglalt össze Bakner András elnök. A sajtótájékoztatón elhangzott még, hogy a szakember Miskolcra érkezésével a korosztályok közötti átjárhatóságot biztosítják, az egyéni képzést emelik még egy magasabb szintre a mindennapokban. Kriza Ákos Miskolc polgármestere szerint napirenden van a keménydénes uszoda bővítése, amihez a Horkai György szintű szakemberek Miskolcra csábításával tudják majd a szakmai tartalmat hozzátenni. Horkai György elmondta, hogy örömmel mondott igent a felkérésre, mert hozzá hasonlóan a Miskolci klubnál is a munkában hisznek. Van egy-két olyan utánpótlás gyerek, és azt tényleg öröm nézni, és biztos vagyok benne, hogy ezeken meg lehet majd látni, hogy ennek a munkának szerintem egy jövőre már kell, hogy legyen valami fajta eredménye.
A témáról bővebben keddi műsorunkban szólunk. Most pedig nézzük a legfontosabbakat még egyszer, egy-egy mondatban. Megérkezett a hideg tél. A hétvégére megteltek a hajléktalan szállók Miskolcon. 655 kutya talált gazdára tavaly az állategészségügyi telepen, a 73. nyílt napot tartották. Hátrányból kapaszkodtak vissza, hosszabbításban verték a Dunaújvárost a jegesmedvék. Ezek voltak a legfontosabbak. Friss hírekkel kedden este 6 órakor jelentkezünk ismét. Addig is olvassák híreinket és nézzék újra riportjainkat online hírportálunkon a minap.hu-n. Várjuk észrevételeiket is. Írjanak nekünk az info@mikon.hu e-mail címre. Nem lesz barátságos idő a következő napokban. Borulték, havazás, únos eső érkezik. A részletek hamarosan az időjárás jelentésben. Én híradót készítő kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. További szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!